Ahogy ígértem, már itt is vagyunk, továbbra is itt ül mellettem Székely Rihárd, időközben pedig megérkezett hozzánk a fiatalok újdonsült kedvence, a Valmar Duo. Legalábbis ti azt kérdétek, hogy duónak és ne zenekarnak hívjálok benneteket. Jó, tehát bal oldalt nekem balra Marics Peti, jobbra pedig Valkusz Milán. Na, meséltek egy kicsit magatokról, ki kicsoda, mit lehet rólatok tudni, kezdjük mondjuk Milánnal. De, hogy ezért is tartom fontosnak, hogy beszéltek erről, hogy én is keverlek benneteket, és valószínűleg nagyon sokan vannak ugyanígy ezzel. Hasonló a hajatok, hasonló egyébként az arcformátok, talán a magasságotok átérő. Bárcsak annyira ismertelni, mint a Peti, még bárcsak annyian szeretnél, mint a Petit. De hogy, hát akkor elkezdem, hát Valkusz Milánnak hívnak. Ugye a zenei pályára térek rá egy információ szempontjából, vagy így általánosan? Fogunk beszélni, majd beszélgetni mindenről. Maradjunk annyiban először, hogy nagy vonalakban, hogy te vagy akkor a Milán, te vagy ennek a Valmar zenekarnak az egyik tagja, és akkor ahogy azt tőled már megtudhattuk, a híresebb tagja az pedig a Marics Peti. Hát ez mitől vagy te híresebb? Vagy miért vagy híresebb? Hát ebben szerintem az is benne van, hogy több ágazatba kinyúló karrierem, ezt csak úgy nem tudom most hirtelen máshogy mondani, de van. De hogy szerénkegy, tehát az egyik legfelkapottabb zenekar vagytok, én továbbis a zenekar szót használom zenei előadók vonatkozásában, az interneten. Tehát ez azért egy teljesítmény, ezt lehet karriernek nevezni. Egyrészt, és akkor hallgatlak tovább egyébként, hogy... Hát nem tudom, lehet, hogy talán az is benne van, hogy általában szerintem így egyedibb az, hogyha énekel valaki, és akkor talán ez is beleszólhat, én nem tudom igazából. Az, hogy hogy énekelsz, vagy mitől vagy egyedibb, azt mindjárt meglátjuk, mert belenézünk egy pici zenei videótokba, aztán pedig innen folytatjuk, hogy a nézők is tudják, hogy egyébként miről is van szó, szóval ez következik most. Szép vágás. Na, szóval ilyen zenéket toltak, és ez egyébként egy visszafogott dal volt tőletek, ezzel futottatok be, ugye? Hát ez volt a nagy robbanás, amit vártunk. Igazából elég friss duónak számítunk, szóval így komolyan szerintem ilyen két és fél éve foglalkozunk a zenével, ami amúgy azért nem számít olyan lassúnak, hogyha így azt nézzük, hogy most már ismertek vagyunk országszerte. És hát ez volt az, ami, hogyha Magyarországon azért megüti valami már az ilyen 10 milliós határt, ugye ez már lassan ilyen 9 és fél körül van talán, akkor azért azt már... Komoly slágernek hívhatjuk. Hát azt már úgy ismergetik, igen. Nem kell szerénykedni, mert annak idején a Majkának tulajdonképpen a Belehalok hozta meg az átütő sikert, tehát ugye a Majka nyilván addig is létezett és addig is jelen volt, csak hát ott ez egy átütő dolog volt, és az 10 milliónál már körülrajongta mindenki, tehát az már egy mérföldkő volt. Főleg manapság, amikor a Spotify is pörög, annó még annyira nem pörgött. Igen, az veszel valamennyit tőletek, igen. Mert van, aki nem ugyanott, tehát nem a YouTube-on fogja visszapörgetni a zenéteket, hanem egyébként. Viszont nektek előbb meg lesz a 10 millió, mint a Majkának volt, tehát ő mennyi, hány évet várt? Igen, nála nagyon, de jó, akkoriban még nagyon sokan. Jó, mondjuk mások voltak a számok, ja. Hát azóta igen, sokkal híresebb, így alapvetően is populárisabb, így, hogy YouTube-on hallgattunk zenét. Én emlékszem, hogy amikor volt, hogy fiatal voltam, és egyik barátomnál ott voltam, és benyomta a zenét YouTube-ról, és én nem ismertem az oldalt, és kérdeztem, hogy ez hol lehet hallgatni, és emlékszem még ilyenre, hogy olyan kicsik voltam, és én meg... De voltál olyan kicsi, hogy nem ismerted a YouTube-ot? Én voltam. Hány éves vagy? 96-osok. Hát mi 24-ek vagyunk mindketten. 87-ben születtem, és én már 2 évesen ismertem. Akkor hát csak én voltam személyesen lemaradva. Más volt. Erre mondanám azt egyébként Osváth Zsolt, hogy sarkos példát hoztam. Az, ugye ómagyarul még azt jelenti, hogy hazudott. Csak úgy ómagyarul meg sarkos példát. Na, Manuel is közreműködött a bejátszott dalban, az X-faktoros Manuel, az mennyiben tett hozzá sikeretekhez szerintetek? Manuel nélkül is lett volna egy sláger ebből a dalból. Marketing, meg reklám szempontjából biztos, hogy sokat hozzáadobottam, de hát egy abszolút tehetséges embernek tartom, és nagyon jó szöveget, illetve verzét írt bele a dalba. Meglepődtünk, amikor ott felvettük a stúdióba. Szerintem egy üde színfoltja, de egyébként alapvetően is azért ez egy catchy, slágeres zene, ami szerintem így is szerették volna, csak most lehet, hogy a 9 millió helyett most nem tudom, 6,5 lenne, hogyha ő nincs benne, vagy 7. Amúgy először nem is akart belejönni, mint kollaboráció.
valamiért, de aztán meglátta a klip koncepciót, meg úgy mégis készített a zene, úgy így épkezd le. Lehet volna kihagyni. Lehet, ja, igen, jönni akart vele. A videóklipet a képi világa egyébként nagyon jól sikerült, és lehet-e azt tudni, hogy mennyi volt ennek a költségvetése, hogy az ilyen legyen? Hát ez ilyen, mondjuk úgy, hogy egy guriga körüli. És akkor egy kicsit hagyom képzelőre. Csak így a néző kedvéért, ugye a manapság felkapott videoklipek általában ilyen 150 ezer forintos nagyságrendben szoktak elkészülni. Igen. Hát azért nem annyi, de ilyen 2-3 kiló. Igen, igen. Hát a legtöbb 150 maradjunk ennyibe, azért belülről ismerem ezt a ja, a dolgot. Nagyon okosban meg lehet oldani, igen. És, de hogy egy gurigát már nem divat ráköltés, de az egy kiemelt büdzsének számít manapság. Hát mert még hogyha, ha azt veszük, amit ti mondottak, hogy ti 3 kilót mondtatok az előbb, hogy talán hát, annyiból, az még akkor is egy 3 videóklip kiugrott volna ennek az árából, és egyébként ez meglátszik a minőségen. Mert hát úgyhogy megértem. Ez nagyon rendben van. De hogy direkt éreztétek egyébként, bocs, csak hogy a zenénél, hogy ez akkor a zene lesz, hogy mondjuk erre tényleg éri befektetni rá. Hogy persze, meg igazából a hangzásvilág adta magát, szóval ez ilyen a spanyolos kis gitár, ezt tudtuk így köré képzelni egyből, és akkor úgy voltunk, hogy akkor már csináljuk meg. Persze. Meg amúgy a helyszínbélés volt a sok pénz leginkább. Ott elment a 4000 forint a helyszínre. Ja. Hogy egész nap bezártak, és csak a miénk lett, úgyhogy... Megérte szerintem. Nagyon sok dalaitokban egyébként jelen van az obszén szóhasználat. Ez szándékos? De akkor visszavérem, annyira nincs ott, nem? Azért választottuk ezt bejátszónak egyébként. Ez lehet ezt bejátszani. A múltkor volt egy olyan adásunk, ahol különböző YouTube slágereket osztályoztunk, és, vagy zsűriztünk, és abba is bejátszottuk az egyik dalotokat, ami akkor épp felkapott volt, és akkor ott a vágószobában egyébként egy ilyen 25 percen keresztül keresni kellett a sípszókat, mert hogy annyi volt benne. Ez szándékos? Mit szólnak ez mondjuk a nagyszüleitek? Hát nem örülnek neki. Nem örülnek neki a szülők, de egyébként úgy vagyunk vele, hogy ha nem muszáj, akkor nem tűzdejük teli azért ilyen kifejezéssék. Igen, de hogy ennél a zenél úgy voltunk vele, hogy ennek a tematikája megköveteli azt, hogy akkor már legyen szövegileg is laza és elengedett, és akkor igazából ne feszüljünk rá arra, hogy most 1-2-3-4 csúnya szó így elhangzik közben. De azt már megtudtuk, hogy a nagyszülők nem örülnek annak, hogyha csúnyán beszéltek. De egyébként hogy fogadja a saját környezetetek azt, hogy ilyen fiatalon ilyen sikeresek lettetek? Saját környezetünk? Hát igen. Barátok persze támogatnak. A zenei körből szülők is van. Nem mindig, de néha amúgy ugyanúgy. Szülők nem mindig, azt hát, hogy érted? Az elején nem annyira jól álltak hozzá ez az egész zene dologhoz, mert nagyon liberális dolgokat tartják, és inkább a konzervatív dolgokat tartják előnyben. De ez az liberális? Hát már mint a zeneírás, tanulásról, vására. Azt szeretem kérdezni, hogy valószínűleg inkább ezt akartad, hogy ők szerették volna, hogy ezt a hagyományos életpályát. Hát az volt terve régen, csak azt akartam ezzel kifejezni még, hogy ugye ez a gépi zene, meg a számítógépenyít zene, az ugye inkább az a liberális dolog, a túsz-túsz mindig azt mondják, hogy jó, elektronikus zenét tudtok csak én, és akkor ez nem. Ezt én cáfolom, mondd el nekik, hogy ez nem így van. Tehát, hogy a modern zene az nem liberális, vagyis nem kötelezően liberálisnak kell lenni. Viszont mondtál egy fontos dolgot, hogy te egyébként orvosnak készültél? Hát nagyon régen, igen. Tehát gyerekkori álom volt ez, vagy egyenis indultál ezen az úton? Nem, csak gyerekkori. Aztán a kémiánál ott bukott a szisztéma, igen, sajnos. Te mi szerettél volna lenni? Én igazából sportba akartam. Én fociztam, meg teniszeztem, ő is teniszezett versenyszerűen. Onnan ismeritek egymást egyébként? Mi teniszről lettünk jóba. Na, én ezt sem tudtam. Igen. És hát azért onnan lehet jó kapcsolatokat szerezni. Hát ott igen. Teniszesek között azért nincsen nagyon trógerek. Igen. Marics Peti, te viszont a TikTokon is nagyon népszerű vagy, vagyis hát Marics Peti és a TikTok úgy egy egybefort fogalom. Hány követőd van egész pontosan TikTokon? Hát ilyen 150 ezer körüli szerintem. 150 ezer, ami nyilván a korábban itt lévő magyar Messihez képest a 3 millióhoz nem egy nagy szám, egy átlagember az igen, de neked nem a követő számod, ami nagyon nagy, hanem a nézettséged. Tehát neked milliós nézettségű videóid vannak ezen a platformon. Hát akad olyan is. Igen. A zene hozta meg a sikert a TikTokon, vagy a TikTok jelenlétet hozta meg a sikert a zenében? Igazából szerintem semmi köze nincs, csak ettől. Teljesen külön működik? Igen, mert én alapvetően TikTokot, amire használtam, az el is volt különítve a zenétől, szóval nem énekelgetek TikTokon, nem tátok, nem táncolok, hanem egy teljesen más műfaj, én igazából ilyen... Szórakoztam. Hát igazából szórakoztató, vicces, igazából szinte színészkedek, úgymond. És eljátszok vicces szituációkat, és ezeket élvezik, és igazából ezeken lesz. Ez magyarul egyébként? Igen, igen. Hát ahhoz képest tök nagy nézettség a több milliós, nem? Még TikTokon is annak számít. Hát igen, nem? Igen, nem rossz. Inkább azt mondom, hogy átlagban azért ilyen fél millió, de vannak egymilliós videók is, igen. Ez az átlag fél milliós megtekintés. Hát ez nem rossz. Olyan rossz. Még játékkal fogunk tovább menni, arra foglak benneteket kérni, nézzetek a
kivetítünk, és akkor különböző pixel kockákat fogunk nektek mutogatni, és ebből ki kellene találni egy hozzátok valamilyen módon kapcsolódó szemét. Szóval készen álltok, akkor kezdhetjük is, ugye egyből látunk egy ilyen. De őt mi ismerjük, vagy ez? Kéne ismerni. Kéne ismerni. Ez nem balcsó. Cipzárban nem jöttök rá. Kicsit ilyen norvégos az öltözet, nem? Szóval kinek van szakát? Hideg van. Ez nem a balcsó. Figyelj, a szakát kezdtétek el úgy vizslatni, hát az azért 2021-ben tegyük hozzá, hogy minden férfinek van. Egy ismerősünk, azt mondjátok, hogy valami jó ismerősünk. Tudnotok kéne, hogy ki ő. Igen, találkoztatok már vele. Én? Ez jó, nem kell beparázni, vannak még képeink, szóval most tudunk még mutogatni, nem kell egyből kitalálni. Nézzünk egy következőt. Ez mondom a balcsó, nem? Ki az, aki ilyen sapit hord az ismerős? Hát a balcsó felvenne szerintem. Ő az egyik ilyen menedzser feeling. Aha, mondd ki légy szíves a nevét, a teljes nevét. Ő Német Bálint. Bocsánat. Német Bálint. Biztos, igen. Hogy nem ő. Nem Liquid Me. Nézzünk egy másik pixel kockát. Tehát ezt Német Bálintot már megszáfoltam. Sikerélményt szeretnék. Lumen Prala, nem. Dehogy is. Mi? Lumen Prala. Nem, dehogy is. Ezt... Hát a Lumen Prala, neki nincs szakála. Nincs szakála, igen. Köszönöm meg az oroszos módon. Hát én nem ismerem szerintem. Próbáljátok a háttérre fókuszálni egy picit, tehát hogy egy ilyen természetjáróról lehet szó, ahogy én látom. És nem tudok többet, mint ti ebben a vonatkozásban. Most olyan voltam, mint a Vágó Pista, mert nyilván tudom, ki van a képen. Igen, elvitted őket. Igen, nézzük egy következőt, aztán hát, ha kiderül most már, hogy... Csattam úr, hogy mi lesz itt, igen. Na hát így az... Ez az Istenem úr, ez a Bence. Hát azért... Hát ezt nagyon nem lehet kivenni. Éred, de lassan mesztelen kell nektek megmutatni, mert ismerjétek. Van egy kis ruha, és egyből zavarból sziteket. Na, a Bence ugye nem véletlen, hiszen te többször voltál a műsorában, van egy YouTube műsora, Istenest címen, és többször voltál nála jelen. Milyen a viszonyotok egyébként az Istenest? Jó, nagyon, igazából ilyen közös zenei projekt is van készülőben, ez nem hiszem, hogy a nagy titok így elárulva. De aztán ez most nem tudjuk, hogy mikor lesz. Fog a Bence? Hát olyasmi. Hogy táncolni mögöttetek én. De egyébként ti hallottátok már őt reppelni? Mert volt neki egyszer a barátnőjével egy közös zenéje, azt láttam, hallottam, de én nem hallottam még őt reppelni. Nem, szóval énekelni szeretne amúgy. Van az a régi szám. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre várt. Na, abban ő van, igazából. Igen? Igen. Nem hallottam a zenei karrieréről, tehát ezt őszintén várom. Hát, mert nincs is nagy, most szeretlek. De egyébként... Kíváncsi várom, és akkor, mert ti meg egyébként egy ilyen picit éneklős, picit rappelős, picit ilyen slágeres vonalat képviseltek, és szerintem ez is a sikeretek titka. Igen, ez ezt beszéltük kevert itt a múltkor. És abba ő akkor ilyen refrén éneklésben várható, hogy nem, igazából szerintem egy verzét fog elvinni ilyen félig éneklős rapbe. Maradjunk ebbe, szóval mindenben egy kicsi. Te egyébként követted azokat a műsorokat, ahol... Én néztem egyébként, a vendége volt a... Igen. Istenesnek, és... Mindig áldozat voltál arra, hát, hogy meg akartak viccelni, meg nem mertél beleinni a pohárba, meg ilyenek. Ja, voltak ilyen szép húzásai. Értek ilyen, nem tudom, bármi meglepetés ott téged? Vagy hogy élted meg ezt hát, a forgatást? Hát amikor olyan boráttangába kellett állnom, egy ilyen fél óráig az egész műsorát, és folyamatosan csak kérdeztem, hogy mikor teszedek át. Az már liberális. A boráttangban az már inkább liberális. Mikor teszedek át? Akkor igen, az elég érdekes volt, és nyilván húzták az időt, de amúgy jó volt. Hogyan ismeritek egymást egyébként a Bencével? Mi a Balentáns által. Mert már régebb óta balisok vagyunk, és ő is ebbe a cégbe így bejött, mint márka nagy követféleség. És ott is vágottunk meg vele. És akkor igazából ennek az afterbillen mondta még nekem talán, hogy majd akar velem beszélni, és akkor ezzel kapcsolatban volt. És Milán, te is voltál nála szerepelni? Téged is hívott? Nem. Csak a Petit tartott a szórakoztató? Igen, úgyhogy az volt a megbökre sértődött. Lehet, hogy csak jobban berúgtam azon a bulin, és ezért gondoltál. Vagy lehet, hogy lefizetett, hogy téged hívjon. Ja. Nem tervezitek a zenélésen kívül, hogy más platformon is megjelentek? Például jelen vagytok már más platformon, de például más tartalom, mondjuk YouTube-on. Tehát hasonló tartalmakkal, mint a Bence is, amit csinál. Hát a YouTube műsorok például nagyon mennek, de hogy sajátot, hogy elkezdel gyártani. Nem vendégként, hanem hogy potenciálisan ebből bevételt vagy nézettséget generálni. Hát én sorozatban már szerepeltem, és valószínűleg fogok is a közeljövőben. Úgyhogy nekem az igazából, hogy a tévé platform az úgy annyiból meg lesz fogva, de ilyen saját műsorom még nem nagyon gondolkoztam. Tehát valami YouTube csatornára gondolkoztam. Ah, ilyesmi, hogy vlogolni, vagy valami ilyesmi. Tehát ilyesmi. Ugye mostanában igen, mindenki... Igen, vlogot amúgy, bocsánat. Voltak ilyenek? Voltak tartalmaink. Szerencsére abban maradt. Kicsit gyerekesnek tartjuk már visszagondolva.
Az mi belátjátok egyébként így a fejlődést? Tehát, hogy mondjuk mitől lehetne mondjuk azt, ahol most vagytok, azt mondjuk egy újabb szintre emelni akár? Igazából folyamat fejlődünk. Szóval... Igen, de biztos, hogy sokat hozzájárulna, hogyha visszaáll a régi élet, tehát a fellépések, illetve az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy... Milyen... Mert hogy ti pont akkor lettetek híresek, amikor ugye a fellépések abban maradtak. Volt még nektek fellépésetek egyébként? Volt. Nekünk volt egy erős ilyen, nem tudom, 3-4 hónapunk körülbelül, amikor tényleg minden héten kettőket mentünk minimum körülbelül, és de az volt a baj, hogy akkor már viszont behozták az 500-as korlátozásokat, szóval ilyen klubbulikba tudtunk főleg, lettek volna 8000 fős Holy Peace is, azért azokat nagyon sajnáljuk, hogy ki maradt. Nektek volt a legnagyobb szívás, hiszen pont akkor vetettek véget a fellépéseknek a járvány miatt, amikor tudtatok volna ebből valamennyit keresni. És van ilyen cél nektek egyébként, ahol mondjuk mindenki föl szeretnétek lépni még, vagy ilyen minden lehetséges sziget, nagy színpad, vagy nem tudom ilyenek. És ezt mikorra látjátok, mondjuk mikor fogtok ideig elérni? Hát én bízok benne, hogy nyára már lesznek azért fellépések. Hát igazából vannak is lebukolva, szóval ilyen szeptemberig van 60 bulink elvileg. Hogyha már feloldanának a korlátozások, akkor mennénk. Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként a lehetőségre, hogy már nem váltok, az már megvan, már csak az alkalom hiányzik hozzá, hogy mehessetek, mert hogy igény már akkor van rátok ezek szerint. Van, szerencsére igen. Meg még most jön is egy elég nagy nyári durranás, amiben szintén majd igazából Manuel lesz a fit, most ez nem nagy titok szerintem elmondani, és szerintem az is sokat fog zene? Menni. Igen. Szóval az is nagyon jót fog menni szerintem, és nyára szeretni fogják. Mit lehet erről tudni? Hát abszolút egy nyári tematikájú zene. Kicsit egy ilyen funky címet, vibe. Mondjuk a címet, csak elmondhatjuk, nem? Hát mondjátok. Hát úgymond éget a nap lesz a címe. Na hát itt jelentik be, hát ez megkorolja. Ja. Úgyhogy abszolút ilyen. És miért várjátok el, hogy akkora durranás az, hogy te fogalmaztál? Mert nagyon nagy vibe a zene. Szóval... Ahogy, mert a készanyagot visszanézve úgy ítélitek meg, hogy ez egy benne. Igen. Érezzük a potenciált benne, ilyenkor előre az. Igazából ezt ugyanúgy nyilván, ahogy mi kreáljuk, mi is néha visszahallgatjuk a stúdióba, és egyszerűen van, hogy most nem nagy képviselő, de egy meglepülünk, hogy azt a rohadt, hogy szól, és akkor azért, amikor már mi is egyből bulizunk egyre, akkor gondoljuk, hogy hát ez valószínűleg tetszik. Igen, mert gyakorlatilag ti nem csak előadók vagytok, hanem önmagatok közönség is, hiszen ha nem zenélnétek, ugyanaz az zenét hallgatnátok, amit ti gyártatok. Hát azért magunkra nem szoktunk bulizni. De ugye hát, hogy mit akarok mondani, hogy gyakorlatilag ti pont ugyanolyan srácoknak zenéltek, mint amilyenek ti is vagytok. Hát, és éppen azért meg tudjátok ítélni tényleg egy visszahallgatás során, hogy ne ez bejönne kívülről, vagy pedig nem. Nem, én arra lehetem mondani, csak kíváncsi, hogy ti egyébként milyen zenén szocializáltad, tehát honnan merítek az inspirációt? Rockzenén. Hát ez egy nagyon nagy fejlődés van nálam is, mert mind a ketten, amíg még ilyen általános krabben, én ilyen Green Day is. Hát szaszokat mondom, persze. Izom rock. Neked rockos a hangod, ilyen rekettes, vagy neked? Nem ezt nem is jegyeztem abban a műsorban, amikor a dalaikat zsűriztük, akkor jeleztem is, hogy én érzek ebben egy kicsit hip-hopot és egy picit rock vonalt. Vagy mint a másik hogy ez egy kicsit rock, kicsit ilyen nagyon mai. Igen. De én utána viszont átfordultam egész odáig, hogy izom 50 cent. Igen. De szerintem igazából egy ilyen generációs korszak volt körülbelül, lesz. Szóval, hogy én emlékszem, hogy akkor a folyosón mindenki 50 cent, és akkor ilyen bőgatjába járkáltunk. Még ma is 50-ben vagy. De Green Day-t említettél korábban? Igen. És akkor a Green Day-re a 50, hát az fura párosítás. Igen. Nem, én nagyon szeretem a rocknak az energiáját, meg esetleg a punk rocknak is, tehát hogy az energia, küszöbb szint, amit azok a zenék átlépnek, azzal én is könnyen tudok azonosulni, és például szerintem a pénzem zenénkben ott érződik ez az energiaszint is. Elszorom a pénzem, mondjuk úgy. Igen, finoman van fogalmazva. És ezek szerint te vagy a duo vibe felelőse? Hát inkább így, igazából ő főként a producer, aki igazából ül a gép előtt, és ő, aki a csodát csinálja. 8 évig rockzenét már a számítógépemen, tehát 2,5 éve csináljuk ezt ketten, ahogy mondta Peti, de én előtte house zenét írtam, ilyen diszkó, fesztivál zenéket, úgyhogy nekem volt egy ilyen kapcsolás. De ma híres embereknek? Tehát, hogy lehet, hogy valamelyik zenét te szerezted, vagy csak úgy ghostwrite-oltál, vagy mi? Írtam, de nekem is voltak ilyen külföldi zenekiadó sikereim a Spinning Recordsnál. Hát az a világ legnagyobb elektronikus zenei kiadója egyébként. Volt egy zeném ott kiadva. Vagy volt Panda Funk. Deoro DJ-nek is van egy amerikai zenekiadó. Szóval nekem volt egy olyan vonal, csak aztán bejött ez, és leváltottuk ezt. Csak aztán bejöttél te, és miért rontottad az életemet. Úgyhogy sikert elvetett. Annyira nem rontott el, hiszen az ország egyik legismertebb duójával nőttétek ki magatokat a fiatalok körébe, és nyilvánvaló, hogyha visszajönnek a fesztiválok, akkor ebből lesz egyébként egy ilyen korosztály fölfele túlódás, és nem csak a fiatalok fognak benneteket hallgatni, mert egyébként tényleg nagyon filmemelsz és lelkeres az, amit csináltok. Röviden összefoglalva, a zenén és után mondjuk, hogyha egyszer véget ér, amikor majd úgy érzitek, hogy már más akartok foglalkozni, mi a célotok az életben? Van-e B-verzió egyáltalán?
Igazából én nekem a fő terv az, hogy ezen a zenélés, illetve ez a sorozatozás, ez így, hogyha kettő egymás mellett tud menni. Tehát a kamera előtt képzeled el. Igen, magad. Akkor én azt nagyon élvezném, és ezekből nyilvánvalóan szeretnék is visszaforgatni majd, és valami vállalkozást elkezdeni akár pár barátommal, és akkor hogy azért legyen egy fix lábazat is. Ha megmutnak engem, akkor ne azért, hogy egyből leves. Igen. Világos, mi nem? Te egy picit egyébként ilyen a háttérben is jobban jelenlevő szürke eminenciás faj, tehát aki egyébként el tudok képzelni a médián kívül is, hogy háttérmunkálatokban vesz majd részt a jövőben, na de meghallgatom tőled és megmondom. Amúgy szerintem tényleg ez sugárzik belőlem, de ugye én is szeretem a médiát, és én is szeretek amúgy szerepelni, hogy ezt lehet így mondani, és én sem vagyok elzárkózva ilyen opcióktól, mint a Peti felsorolt, hogy sorozat, vagy tévészerepés, vagy akármi, meg... Hát ez a vállalkozás, ezt igen, amúgy én is rá tudom abszolút mondani. Nekem ilyen óriási nagy vágyom nincs, csak igazából meglegyen a pénzügyi stabilitás, és esetleg család majd úgy mond. És egy Lamborghini vagy ilyesmi. Hát, de amúgy kicsit olyanok vagytok, mint a Valhalla, hogy a Diaz az, aki úgy írja a zenéket, meg mit tudom én, aki egy kicsit átérbe, te meg a Fluor, aki mondjuk így az előtérben ott van, meg így nem tudom, nem? Tehát, hogy kicsit ezt látom benne. Egyébként azt el tudom mondani, hiszen mindkettőnk nevében vagy azért elég magabiztosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ha változnak a trendek, akkor is tudnánk követni őket, és szerintem azért mi az a fajta zenészek leszünk, és nagyon remélem, vagy nem is zenészek, előadók, akik azért hosszabb távon ott tudnak lenni a pályán. Hát most az, hogy tudatosak vagytok, az nem nagyon jó. Igen. De most, ha holnaptól bejönne az, hogy rockadivat, akkor holnap csinálunk egy rockzenét. Meg amúgy szóval, hogy... mi azt beszéltük nemrég, hogy ugye óriási kincsnek valljuk azt, hogy otthon meg tudjuk teremteni azt, amit mások esetleg stúdióbérlés, stb. Benne van az évek tanulása. Bocsánat, de nem bírom kiadni azt a szóviccet, így az imént felhozhat, hogy te azonnal leveszed az új követelményeket, és annak megfelelően rá tudsz állni, hogy a románok voltak még ilyenek a világháborúban. Valami történelmi példát mindig be kell hoznod, nem bírod. Most tényleg nem bírtam ki, visszaadom azt, hogy is hallgatlak. Fú, volt tartottam, igen. Tehát, hogy mi meg tudjuk azt csinálni, mondjuk például azokat a dolgokat, amiket mondjuk menedzserek vagy producerek adnak a szájukba egyes előadóknak. Ezt hívják úgy, hogy szelv. Igen, szelvméd, mint ahogy a Dávid is itt volt nálunk. Tökéletes végszó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, fiúk, nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Nektek köszönöm, hogy minket választottatok, tegyetek így egy hét múlva is, hiszen tudjátok, a szombat akkor Late Night lette itt a Pesti TV-n. Nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok!